A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Mai adásunkban évértékelő következik, mégpedig a szántóföldi növénytermesztésről és sok minden másról fogunk beszélgetni. Vendégem Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara agrárgazdasági mezőgazdaságért is felelős alelnöke. Tisztelettel köszöntelek. Nos, szép jó estét mindenkinek. Rendhagyó módon egy Feldman Zsolt gondolattal kezdjük ezt a beszélgetést, ugye a mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár az Agrártárcánál. Ő úgy fogalmazott, hogy az idei év kihívásai ellenére a szántóföldi növénytermesztés eredményei kifejezetten kedvezően alakultak hazánkban. Az idei kukoricahozammal egy történelmi rekordunk is megdőlt. Ugye ez a Betakarítási Koordinációs Bizottság november végi összegző ülésén hangzott el. Nos, hát ennek ellenére én azt gondolom, hogy kezdjük talán azzal, hogy az idei év rendkívül komoly kihívásokkal állította szembe a hazai szántóföldi növénytermesztőket. Hát rendkívül komoly kihívásokkal a szó legvalósabb értelmébe, hiszen a tavalyi történelmi aszály után nyilvánvaló, hogy hiába volt idén úgymond elég csapadék, bár a tavasz egy kicsit hidegebb volt a kelleténél, a szeptember pedig minden idők legmelegebb őszét, szeptemberét hozta, mióta időjárást vizsgáljuk. Hát nyilvánvalóan a termés eredmények alul maradtak a várakozástól. De miért is lett volna úgymond több? Hiszen egy olyan talaj, amelyik a talaj élete határán volt a nagy aszály miatt, ha kapott csapadékot, helyre kellett jönni a talaj életnek. Tehát ez önmagában motiválta a kevesebb termést ilyen értelemben. Ráadásul ugye a gazdák a óriási inputárak miatt azért kevesebb műtrágyát szórtak. Tehát ennek ellenére a termés eredmények azért nincsenek alatta az éves, sok éves átlagoknál, sőt, mi több, annál egy kicsit jobbak, de viszont tavaly január első napjaira bedőlt a terménypiac, bedőlt a gabonaár, jött az ukrán gabona, és pillanatokon belül a nagyon is elfogadható, jó áru búza, kukorica, hát történelmi mélységbe süllyedt. Tehát ez az év igen kedvező a termés eredmények vonatkozásába, de messze nem kedvező a tekintetben, hogy egy magas input árak után egy nagyon alacsony termés árak vannak, és hát a magunk és mezőfalva példáját is tudom mondani, hogy igazából ezek a növények veszteségesek. Tehát nem tudják a magas termés átlagok ellenére sem megtermelni a költségüket, és hát nyilvánvaló, ez más gazdaságokban is így van. Tehát nagyon érdekes összetétel, ha azt kérdezné az ember, hogy mi volt mezőfalván nyereséges, akkor azt tudom mondani, hogy a sörárpa, a mák, meg a cukorrépa. Az összes többi nem hozott nyereséget. Tehát a kukorica, hát nyilvánvaló a vetőmag még, igen, de hát az egy más kategória. Tehát a kukorica sem, független attól, hogy jó termés. Független igen. Attól a kukoricának az ára olyan alacsony, hogy nyilván, ahol meg tudták tenni azt, hogy több mint 10 tonnákat termeltek, ott talán nullára kijöttek, hát nyilván termelési költségek is mindenütt változók, de hát nálunk is azért 600 000 forint fölött van az egy hektárra eső kukorica termelési költsége, a cukorrépánál nyilvánvaló 1 millió, de az átvetele ár okán nyereséges tudott lenni. Jó, tehát a betakarítási munkák befejeződtek, és mielőtt azért folytatjuk, egy kicsit az ukrán búzát már említette. Én azt hiszem, hogy remek gondolat volt, hogy önmagában megfogalmazták az agrárgazdaság résztvevői von der Leyen asszonynak is, tehát az Unióba, hogy milyen fenntartásaik vannak az ukrán búzával kapcsolatban, de úgy tűnik, mintha nem történt volna előrelépés ez ügyben. Igen, nem történt előrelépés, mert nem szolidális Nyugat-Európa a közép-kelet országokkal,
mert tehát itt figyelembe véve Romániát, Csehországot, Szlovákiát, Lengyelországot, Bulgáriát, Magyarországot nyilvánvalóan, akiket sújtja ez az állapot. Németországot, Franciaországot és egyébként most kezdi sújtani, sokkal kisebb mennyiségbe. A német gazdák már tiltakoztak azért, mert több mint 500 ezer tonna gabona beérkezett Németországba. Ismétlem, 500 ezer tonna a hatalmas Németországban, mármint hát Magyarországhoz képest. Nálunk nyilvánvaló meghaladta a milliót, sőt, mi több, az összes gabonaféle a 2 milliót is döngette. Tehát már a gazdák azonnal jelezték. Tehát ha őket hasonló mértékben sújtaná az ukrán gabona, hát akkor már régen-régen intézkedések történtek volna, de mivel ez Kelet-Európa, közép-kelet-európai részt érint, ezért egy kicsit halogató a magatartása az uniónak. És az unió nagyon sokarcú e tekintetben, hiszen a növényvédőszereket bevonta, mármint a hatóanyagokat. Most, amikor az ukrán gabonába ezek megtalálhatók, akkor azt mondja, hogy az európai szabványok szerint határértéken belüliek. De mi határértéken belüli? Hát ha be van tiltva valami, mert pár gammányi is káros, akkor természetesen ezt következetesen végre kellene hajtani. De nem hajtja végre, sőt, mi több? Hát a glifozát. A glifozát tudjuk jól, hogy nagyon-nagyon nagy véleménykülönbségeket hoz termelők és különféle ellenzők között. Valóban egy kérdéses szer. 10 évre meghosszabbították. Igen, de hát nem vitás, hogy nyilván az amerikai lobby ilyen értelemben is erős, hiszen az már korábban is nyilvánosságra került, hogy az ukrán földeknek egy igen nagy százaléka amerikai tulajdonban van. Igen, de hát maradjunk annyiba, hogy elmúlt héten elutasította az Európai Parlament az Európai Bizottságnak az újabb beadványát, ugye az úgynevezett SZUV rendszerrel kapcsolatban, ami 50%-os növényvédőszer csökkenés jelent fűvágó elv szerint mindenkinek. Tehát az 5,7 kg per hektár per évet használónak is, úgy, mint a mi 1,7 kg per hektár per évet használónak is. És ugye először azzal utasította vissza, hogy ez az 50% nem eléggé ambíciózus. Most, amikor újból az Európai Unió elé került, hát most lehet, hogy ezért, lehet, hogy más politikai vetülete van, egyszerűen visszaadta határidő nélkül, tehát most azt beláthatjuk, hogy persze a zöldek elő fogják előbb-utóbb hozni, de most jönnek a választások, felállnak a bizottságok, elkezdenek működni, tehát mindegy 2,5-3 évig ez lekerült a napirendről. Tehát az Unióban sajátságos politikai viszonyok, érzelmi alapokon működő döntés halmazok vannak, amihez igen nehéz alkalmazkodni, nem csak a magyar, hanem az európai gazdának. És ezek azért a valóban klímaváltozással, a piaci viszonyokkal együtt, hát nagyon megterhelik azt a gondolkodást és kockázatvállalást, amit a gazdának végül is be kell vállalnia. Be kell vállalnia úgy, hogy most úgy vetette el a búzáját, árpáját, repcéjét, hogy nem tudja, hogy vajon nyereséget fog-e termelni a jövő évbe. Ez azért nem sok ágazatban van az ilyenfajta kockázatvállalás, és ezért szoktam mondani, hogy a jövő év az a likviditásról fog szólni. Arról a likviditásról, hogy tud a gazda fennmaradni. És beszélhetünk itt arról, hogy kell változtatni a vetésszerkezeten. De hát a vetésterv, vetésszerkezet, az nem olyan, hogy egyik évről a másikra megváltoztatom. Hát ott az kialakul struktúrák vannak. Az más kérdés, hogy valóban hosszú távon azért nem tartható fenn, hogy a növénytermesztő gazdaságok az agrárcenzus szerint 74%-ra növekedtek a kizárólag növénytermesztők. Ezen belül a kizárólag gabonafélét termelők pedig 59-60%-ra. Sajnos az állattenyésztés, de majd visszatérünk rá, 14%-ra zsugorodott. Tehát mindenképpen kell egy változtatás. Na de ez a változtatás nem egyik napról a másikra jöhet létre, és ha már a gabonánál tartunk, ugye
alig vannak árak, most nem akarom sorolni, hiszen minden termelő ezt tudja. Egyedül a malmi búzának van kereslete, tehát a jó minőségű gabonának, és hát a takarmánygabona az halott ilyen értelemben, mármint a takarmánybúza, és azt hiszem, hogy itt jön elő a precíziós mezőgazdaság, itt jön elő az, hogy a magyar gazda tud gondosan jól búzát termelni, és tud étkezési búzát magas szinten kialakítani, magas fehérjével, aminek lesz kereslete az olasz piacokon, mert a ukrán egyenbúza ez nem ér fel vele, de hát reméljük, hogy az ukrán, Ukrajnából beérkező temérdek más termék is, itt méztől kezdve, broilerig, tojásig, sok minden másról is beszélhetünk. Ez valamilyen módon szabályozásra kerül az Európa Unió részéről, hisz azért egyrészt előbb-utóbb eljutnak a fülekig az információk, másrészt pedig a nyugat-európai gazdák is mind erőteljesebben emelik fel a szavukat a ukrán termékek ellen. Igen, hát már Spanyolországban is háborúdul ez ügyben. Még egy közbevetés csak ennyi, hogy mi, és utána megyünk természetesen, hiszen kell, hogy beszéljünk a napraforgóról, repcéről és a többi szántóföldi növényről is, hogy egy érdekes hírt olvastam, hogy Olaszországba most már úgy szállítják az ukrán gabonát, hogy őrölve, mert hogy ugye arra nem vonatkozik a jogszabály. Igen, hát ez egy cseles történet. Igen, de ez várható is volt, hogy vannak vámtarifa számok. Na most a vámtarifa számokat, hogyha megnézik a kereskedők, és ez meg az ő műfajuk, akkor abban a pillanatban példának mondom, nem ötletet adok, de a kukoricával kevert búzát mondjuk biztos, hogy nincs ilyen termék, vagy ha van is ilyen vámtarifa szám, hát egy rostárát kell engedni, az már is külön-külön megvan mindegyik. Ez csak, hogy én mondom, na most ezt használja ki, hogy a darált, vagy dercés, vagy teljesen mindegy, hogy milyen állagba nincs benne a tiltólistán, és már is hozza befelé, viszont azért továbbra is mondom, hogy az emberek egészsége rendkívül fontos, és ezt az uniónak ugyanúgy figyelembe kellene venni, ahogy most egy kicsit nagyvonalú ezzel kapcsolatban is finoman fogalmazni. Maximum nem eszünk olasz pizzát, ha ebből azt, de ezt csak játékosan mondom. Igen, csak nincs ráírva, ez a legnagyobb baj. Napraforgó, hiszen azért jelentős területeket vetnek napraforgóval. Olyannyira jelentős területet, hogy tavalyi évben 70 ezer hektár, szó szerint 70 ezer hektárral volt kevesebb a napraforgó, mint a kukorica. Tehát ez azért nagyon a nagy száma a napraforgó vonatkozásába, tehát még a repcetermelők is, akik elpártoltak, mert az csak 188 ezer hektáron termett, és volt, amikor 318 ezer hektár is volt az elvetett repce mennyisége, az is átkerült inkább napraforgó vonatkozásába, hiszen a költsége azért nyilván sokkal kevesebb, mint a repcének. Tehát így nagyon nagy hektárszámon volt, megközelítette a 2,93 tonna per hektár a napraforgó termés eredménye, és bizony ezzel alul maradt még mindig a költségekhez képest, mert kinek hogy 400-500 körül csapódtak a hektáronkénti költségek, és ki lehet számolni, hogy 3 tonna és a 112-120 ezer kinek hogy sikerült értékesíteni a magas olajsavtartalmú napraforgót, hát bizony nem fedezi azokat a költségeket, ami gyakorlatilag nullszaldósra kihozta volna. Pedig napraforgó termés eredménye alapvetően jó, e körül szokott teremni az országba. Meg is adtak a lehetőleg mindent a gazdák neki, és hát nyilván a piaci viszonyok most ezt hozták. A repce vonatkozásában pedig ugyanúgy a magasabb költségeket nem fedezi a repcének a termési költsége. Ennek ellenére ez a 188 ezer hektár körül, 185 ezer hektár a idei vetés terv,
hogy ebből mennyi lesz végül is a betakarítható mennyiség, azért nem tudható, mert egyrészt nagyon magasak a pocokkárok, és hát még a tél előttünk van, bár nem szokta nagyon a fagy megszenvedtetni a repcét ebbe a megváltozott időjárási viszonyokba, de hát soha nem tudjuk, hogy most milyen tél előtt. Igen, érdeklődéssel néztem, hogy csak nem 60 ezer tonna, 60 ezer hektár szója termett az idén, ami egy bizonyos értelemben egy komoly teljesítmény, és a hektáronkénti hozam is meglehetősen jó volt. Nagyon sokan a szóját tartják a jövő egyik növényének. Újra fog indulni a fehérje program Magyarországon is, és ebbe a szója kiemelt szerepet kap. Sajnos emlékszünk rá, hogy mintegy 10 évvel ezelőtt ugyancsak volt egy fehérje programunk, csak hát nem lett teljesen befejezve, vagy a pénzátcsoportosítások okán nem igen hallottunk róla, de termelés alapú támogatás tekintetében a szója támogatása az elképzelhető, termeléshez kötött támogatása, mivel nálunk GMO-mentes szóját állítunk elő. Sajnos nagyon keresett az Európai Unióba, legalább exportcikkünk lesz, még ha ezt fanyarul kell is mondani, hiszen mellette, amit meg behozunk, az a legtöbb a GMO-s szója, ugye a takarmányozás és egyéb célok. Beszéljünk egy kicsit az árakról, hiszen a nemzetközi piacokon megfigyelhető az áremelkedés, és ugye a forint pedig változik az euróhoz mérten. Ez miként érinti a gazdákat? Hát most a forint erősödése más téren nem tett jót a terményáraknak. Tehát az egyébként alacsony terményárakat még az export piacokon ez húzta le, de hát összgazdasági, makrogazdasági szinten a forintnak az erősödése az nem negatív jelenség, mert egy ország gazdálkodásának a eredményét tükrözi valahol, még hogyha nivellálódik is időnként. De figyelembe véve ezeket az eseményeket, egyértelmű, hogy a későbbiekben a hitelezésnek nagyon fontos szerepe lesz, hiszen gazdáknak életbe kell maradni. És ha most megnézzük azt, hogy 2900 milliárd forint áll rendelkezésre, fejlesztésre, arra a fejlesztésre, aminek 50%-os a támogatottsága, akkor, és több mint 180 olyan jogcím lesz a jövő évbe kiadva, ami majd pár év múlva újra megismétlődik, hogy a gazdáknak nagyon oda kell figyelni, hogy hogyan tud erőforrást, pénzügyi forrást gyűjteni arra, hogy a versenyelőnyét nem hogy megtartsa, hanem megszerezze. És nem akarok visszamenni, amikor az Európai Unióba csatlakoztunk, akkor ugye egy elhibázott gazdaságpolitikai döntés volt, amiben a szociális felzárkózás volt a fontosabb, a struktúraváltásnál, a mezőgazdasági termények, élelmiszergazdasági feldolgozásánál, amit a lengyelek megtettek. Itt szerezték meg az előnyt, és csak azt vettük észre, hogy jé, tavasz van, lengyel burgonya, május van, lengyel alma, és hagyd ne soroljak jó pár más növényt, és tudjuk jó, hogy a föld vonatkozásába, a föld területeknek a nagysága, gazdaságnagyságok nem jobbak, mint magyarországi, hanem időbe befektetésre kerültek. Most a magyar kormányzat ezt tudomásul véve, hogy lemaradtunk, 80%-os hazai támogatást tesz a fejlesztések mellé, és ezt ki kell használni, mert vissza kell szereznünk azokat az előnyeinket, amiket Európába végül is megszereztünk, és ebben már a precíziós gazdálkodástól kezdve az öntözésig sok mindennek benne kell lenni, és maga a technológiáknak a megújulásának is. Néztem, meg annyi pályázat segíti a gazdákat, hiszen azt tudjuk, hogy az uniós támogatások mellé a következő esztendőben a kormány egy nagyon jelentős összeget biztosít. Tehát ha összegezzük, akkor azt mondhatjuk, hogy a gabonamérleg, az ország gabonamérleg továbbra is stabil, ez rendben van. Az árakon lehet persze gondolkodni,
de hát az időjárás, illetve az időjárási viszonyok változása is, én azt hiszem, az öntözést kell, hogy tovább segítse. Melyek még azok a kérdések, amelyek fontosak lesznek a következő esztendőkben? Hát az első a talajművelésnek a mikéntje, hiszen mi, hál' Istennek, teli vagyunk különféle talajszenzorokkal, és bizony most már a csapadék mennyisége 650 millit is eléri, most a napokban is esik, tehát ez még meg is fogja haladni. És sokan azt mondják, hogy nagyon sok a csapadék. Nem így igaz. Tehát azért nem így igaz, mert 60 centin a víztelítettség 65%, 90 centin már csak 35, 120 centiméteren pedig porzik. Tehát még mindig nem ért össze itt a mezőségen a altalajnak a vize a felszíni vizekkel. És ez még mindig egy aszályos talajállapotot jelent. Tehát ez az egyik legfontosabb dolog. Ahol pedig belvizek vannak, és az agrotechnikának a hibája, akár eketalbetegség, akár más olyan középmélazításoknak az elmaradása, ami szükségszerű, ott bizony a gazdának el kell gondolkodni rajta, hogy ezt a vízmennyiséget őrizzük meg, hiszen már itt a műsorban beszéltünk róla, ha csak a talajtározást nézzük, és ha csak azt, hogy zárjuk le a szántás után a talajokat. Én nem mondom azt, hogy ne szántsunk, mert vannak esetek, amikor szántunk, bár mezőfalván alapvetően a forgatás nélküli talajművelésnek vagyunk a hívei, bár a borsóvető magalán nyilvánvaló, hogy szántani kell bizonyos növényegészségügyi okok miatt, de mi csinálunk, és kísérletezünk bolygatás nélküli talajműveléssel is. Valószínűleg ez azért hosszabb távon nem a mezőségeknek a jövőbeli technológiája, hanem más gyengébb minőségi talajokon van esélye ennek a módszernek. De nagyon fontos, hogy a talaj szerkezetének, porózusságának vízmegőrzését, az biztosítsuk, mert ha csak 20 millit nem párologtatunk el, ami egyébként nagyon kevés, mert ugye a rektor úr, a Matének a rektora ugye azt mondta most is, hogy a leesett csapadékmennyiség 50%-át is képesek vagyunk elherdálni. Hát én ennyire nem megyek messzire, mert azért az 300 milli, csak a 20 millivel, de ez is egy balatonnyi mennyiségi víz, és egy nyolcada az a vízmennyiség ennek, amelyiket kiöntözünk. Tehát nyolcszorosát tudnánk a talajba az egész éves öntözésnek, amit hát ha 100 000 hektáron 100 millit számolunk, akkor jön ki ugye ez a szám. Tehát következésképpen nagyon nagy lehetőség van a vízmegőrzésbe, tehát az öntözés meg maga a kulcskérdés. Öntözés nélkül a jövő, és precíziós öntözés nélkül, precíziós gazdálkodási formák bevezetése nélkül elképzelhetetlen. Erre most a támogatási szinten minden lehetőség megvan. Az már egy nagy politikai kérdés, hogy elkerülhetetlen az alsó szakaszokon, a Tiszán is, meg a Dunán is, a vízlépcsők megépítése, összetűzve mindenféle árkörnyezetvédő kell, mert igazából, ahogy már mondtam, hogy a Tiszatavat se tudnánk most megcsinálni, mert mindenki, vagy sokan tiltakoznának, meg hergelnék az embereket, az Európa legnagyobb madár rezervátumává vált. De itt ugye az a baj, hogy mivel ezeken a folyókon fölül megvannak a vízlépcsők, ezért nincs hordaléklerakódás, hanem a sodor elviszi, mélyíti a talajt, ugye, és tovább mélyülve leszívja a környező talajvizet a táblákról, ami még mélyebbre viszi azt, hogy öntözővizet lehessen találni, még inkább elmegy a víz a folyóinkba, ami hosszú távon nem tartható. Tehát a környezetvédelmi kárt okoz az, aki ellenzi ennek a vízlépcsőnek a megépítését. Egyértelmű. Én azt gondolom, hogy azért van az agrárgazdaságnak egy határozott jövőképe,
és a növénytermesztés pedig értelemszerűen az egyik legfontosabb ágazati kérdés. Én köszönöm szépen, hogy megtisztelt, és természetesen folytatjuk ezt a beszélgetést. Én köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket. Az agrárgazdaság növénytermesztési ágazatának idei esztendejéről beszélgettünk Zászlós Tiborral, az Agrárkamara alelnökével. A következő műsorunkban pedig az állattenyésztés kerül szóba. Tartsanak akkor is velünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.